Télen pihennek a szántóföldek, ilyenkor nem sok teendő van rajtuk. A növényeknek kedvezett az elmúlt hetek viszonylag enyhe időjárása, igaz a kórokozó kártevők ritkulásához tartósabb hidegre lenne szükség, emellett a hó sem ártana. Ha a halmaz állapota nem is, a csapadék mennyisége legalább megfelelő volt. Már a hosszú ősznek köszönhetően és jól megerősödött, bokrosodott minden vetemény, úgyhogy én úgy gondolom, hogy olyan bizakodóan nézünk, most itt várjuk a tavaszt, olyan fejlettségi állapotokban vannak a kalászosok, hogy öröm ránézni. A csapadék, amikor jött az eloszlott vaj, jött, úgyhogy nincs ilyen vízzel borított terület. Nem is várunk most, ugye, hogy nincs a környékünkön hó, hogy ilyen nagy olvadás lenne, ami esetleg gondot okozhatna, úgyhogy optimistán nézünk a tavasz elé. A gyümölcsösökben és a szőlőültetvényeken ilyenkor is javában zajlik a munka. December vége óta jó ütemben haladnak a metszési és korona alakítási munkálatok. A jó időnek köszönhetően már a gajkaparás is megtörtént sok helyen. Egyelőre bár nem voltak kemény mínuszok, a gyümölcstermesztők számára fontos, hogy felkészüljenek a fagyokra és az ezek által okozott károkra. Az erre szolgáló biztosítást január végéig tudják megkötni. Én úgy gondolom, hogy sok gyümölcstermesztő élt is ezzel a lehetőséggel, ugyanis annyit sokszor megsütötte már a kása a száját, hogy gondoskodik erről már időben, akik étkezési almát termelnek. Jó, fontos piacaik vannak, onnan nem szeretnének kiesni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy már a gazdálkodóknak nagy része azok gazdálkodnak, akik ezt komolyan is veszik, és abba beletartozik az is, hogy biztosítást kössenek. Rácz Imre hozzátette, az üzleti alapú mezőgazdasági biztosításokat folyamatosan egész évben meg lehet kötni.